Sziasztok gyerekek, jó reggelt mindenkinek. Tina még csak most ébredezik, szia Tina. Kelljél édesem. Nem. Miért? Önállós vagyok, gyere Mézi, gyere ide édesem. Itt vannak a farkiék is. Én már megjártam a boltot, anyósomat elvittem. Főzni valóért meg reggelit most készíti nekünk, úgyhogy mindjárt. Mit? Mindjárt mutatom. Lesz azt hiszem sült szalonna, meg valami kolbász, sült krumpli, meg ilyenek. Hoztam neked kakaót. Szia bízesem. Itt van Mézike is. Szia bízesem. Gyere ide, fartos. Na jó van gyerekek, fölkelünk, aztán mutatom a reggelinket. Na gyerekek, elvileg elkészült a reggelink, nézzük meg. Sű, ez igen, az szép gyerekek, ezt nézzétek meg. Szia Tina! Hello! Na gyerekek, hát van itt nekünk tükörtojás, sült szalonna, kolbász, saj, sonka, sült krumpli. Úgyhogy gyerekek, hát erre kellünk föl itt. Köszönjük szépen, Melinda néni! Mindenki csak anyósod. Na úgyhogy üljünk le, együnk. Hogy legyünk. Együnk, hogy legyünk. Aztán jövünk vissza. Jó étvágyat. Na gyerekek, megreggeliztünk. A párduc lány felveszi a párduc fejvágyat. Szia, kalkosom, így teszem. Megreggeliztünk, aztán megyünk egy kicsit kirándulni, vagyis megyünk Tarra. Veszünk füstölőt. Megyünk a Buddha parkba. Veszünk körzőt. És akkor gondoltam, hogy megmutatom nektek. Habár már egy videó volt fönt róla, de most inkább anyósomnak a motorja. Anyu! Már jó a motorod? Jó. Mert már kipróbálom. Már jó. Nagyon megy. Ez igaz volt a baja, hogy nagyon ment. Ja. De most már tudja korrigálni a sebességet. Gyerekek, hát elég. Húnyácska idő van. Hideg nincs, csak fúj a szél. Úgyhogy... Tánci, tánci! Hadd vezessek már! Tessék! Köszönöm szépen! Jó van gyerekek, hát innen amúgy nincs messze. Innen körülbelül egy 10 kilométer. Aztán... ja. Na, elindultunk gyerekek, aztán jelentkezünk. Na gyerekek, elindultunk. Tina visz minket. Érezd magad otthon, vagy hogy kell mondani? Ezek az utak, öcsém. Hát idején tudod, mikor szednék súlyadót? Hát minek? Már alapból be van izéve. Horpadva. Anyu, be lehet menni a templomba? A sulija volt Tinára. Nem, mindig iskola. Kim van még Keti a tablom? Igen. Kim van? Ott a templomba. Jó, iskolában. Hát én vagyok kitablózva oda. A szentek szentje. Így van, mert délig van minden nyitva, nem baj? Ja, itt csak délig van. Tényleg? Délig? Hát nem tudod? Hát... Utána már kise nyitnak, csak a kínai szokott kinyitni. Az is csak nyitni. De
21-es főút. Azaz. Úgyhogy... Na jól van, gyerekek, elindultunk. Szerintem egy 10 perc és odaérünk. Onnan jövünk vissza. Na, meg is érkeztünk. Ez gyors volt. 10 perc. Hát itt lenne a Buddha Park. Itt a bejárat. Csúnya idő van. Micsoda? Váltatos maszkja. Dördödöm. De nem kell. Hát sok feltöltődést kívánok pozitív dolgokkal gyerekeknek. Annyit van ez a vásárlós is. Ez egy ajándék karakterház. Tök jó. Ez egy kicsit hideg van, nem? Hűvi van. Hát fúj a szél. Majd a maj megfullad. Kicsit fölfelé kell majd itt menni. Olyan gombotó. De ezt nem veszed észre, hogy mi lesz. Nem olyan meredek. Lehet itt kajálni is amúgy. Vegás. Tudtad, hogy nem eszed? Igen. Vegás dolgokat. Hát nem elik meg az állatokat sem. Pénzadomány és más felajánlás minden. Személyes vagy általános célú jó kívánságokkal kísérve vallási és világnézeti elkötelezettségtől függetlenül. Szóval, ha bemegyünk a taraházba, van egy kis gyertya és füstölő. Kell bedobni pénzt, amennyit gondolsz, és akkor meg tudod gyújtani. Meg tudod gyújtani, és tudsz kívánni valamit. De ne pénzt kívánj, az a lényeg. Mert mi egy ízés világban élünk. Anyagi világban. Egészség, szeretet, békesség, pozitív energia. Semmi. Ja. Ott a négyen. Na jó, de felsétálunk, és akkor onnan. Ja, ez még mutatom. Nem lehet kész, mi? Az még nincs kész, igen. De kár értem. Na jó. Felértünk. Így néz ki, gyerekek. Ezeket körbe kell végigmenni, és mindegyiket meg kell érinteni, és úgy kell végigmenni hátulról, és akkor körbe. Na? Mi kell azt mondja? Akkor itt lehet bent, ugye a gyertyát, a füstölőt.
akkor itt lehet az adományokat. Ugye majd elveszünk ilyen mécses, meg füstölös. Van aprótok, hogy így? Az a baj, nekem sincs apró. Ha mindegy, bedobok egy izért. Egyéb egy ezres, rendes papírpénz. És akkor elveszünk akkor mennyit? 3-at, nem? Aha. Mécses 50 forint, füstöző 20 forint. Jó, tedd be, hogy van egy nekem. Jó, nem baj. Egy kezedbe így minden megyek. Már ledobtam, adja, és akkor kiveszünk 4-et. Meg 4 füstölő. De kell bedobni. Már beledobtam, adja csak. Tina, jegyzett el valamit. Mindig szakadt ide. Na jó, van gyerekek, meggyújtsuk ezt a gyertyákat, meg ilyeneket, aztán jövök vissza. Na, gyerekek, itt kell meggyújtani. Nem kell. Nem baj. Hát ugye itt minden ember meggyújtsa itt a gyertyát, meg a füstölőt. Nem könnyebb a gyújtó, Tina? Nem. Remélem tetszik. Gyertek, látogassatok el ide, gyerekek. Ingyenes. Ingyenes. Egy jó kirándulásnak is megfelel. De a füstölőt ők gyújtsák meg. Gyere, anya! Gyereket. Meg kell tudni. Ó, jár, és akkor szórja bele abba. Virágtartóba, vagy mi ez? És akkor ebbe. Úgy, úgy. Gondolom, milyen szabad milyen. Itt nem. Ja, az nagyon szép. Ez egy ilyen kiállításszerűség. Gyerekek. Nagyon szép. Úgyhogy most megyünk tovább a nagy templomba arra föl, és akkor onnan jövök vissza. Ez ilyen kicsi darabokból van kirakva. Aha. Mekkora türelem kellett ehhez? Mondd már meg nekem. Jó, mint a templom. Szép munka, ja. És ilyen kicsi darabokból vannak a kirakva. Nézzétek. Á, nagyon szép. Amúgy ez a mindig a... Tényleg. De jó. Fúj a szél. Itt kell fölmenni. Mozaikat készítette Karpis Nina, mozaik művész. Figyeld, ilyen ízés, érzés magára. Ezért kell mászni, gyerekek.
egy lépcső. Ez nagyon-nagyon szép lett belülről. Hát jó, lassan tud jönni. Ide fogunk mindjárt bemenni. Bevárom anyósékat, és akkor bentről. Na gyerekek, bejöttünk. Nagyon szép. Na, dobjál be te is egyet. Részére, csokika is van. Tina leült. Vásárolni gyerekek, innen van az én nyakláncom is. Úgyhogy meg valamit még itt nézek magamnak. Megvárjuk a többieket, itt szétnézünk, és akkor jövök vissza. Na gyerekek, végeztünk. Visszavettük a cipőnket. Igen. Hát jó volt nagyon. Kapott mindenki egy ilyen. Voltáltól megáldva kaptunk egy ilyen piros szallagot. Szallagot, úgyhogy. Vettünk füstölőt, meg ilyeneket. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hát itt a Buddha parkban, hát a Buddha parkban még majd folytatjuk. Úgyhogy ha szeretnétek, akkor látogassatok el innen, vagy látogassatok el ide. Ingyenes. Ingyenes, és akkor tudtok mégis tájékozódni, hogy mi az a buddhizmus, ugye a buddhizmus az maga te vagy, és a felfogásod. Úgyhogy majd otthonról jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok. Na gyerekek, sziasztok, hazaértünk, és már anyós neki is állt főzni. Ami, mi lesz ez? Paradicsomos káposzta, füstölt hússal. Paradicsomos káposzta, ez füstölt, ahogy itt készítik vidéken. Kicsit másképp készül. Megkérítjük a hagymát. Ahogy láttam, két nagy fej hagyma volt, ha? Igen. Két nagy fej hagyma. Beletesszük a füstölt hús, sörös paprikát, és hagyjuk főni. Meg olyan félig megfőzünk. Utána összevagdosszuk a káposztát, beledugjuk, aztán rántás, pirítjuk rántást, és akkor abba tesszük a paradicsomot,
felöntjük a lével, felöntjük, összefőz, kész is lesz. De majd mutatom lépésről lépésre. Jó van, ez most majd belemegy, ugye? Igen. Jó, hagyma így lesz, ha jól van, mutatom majd a többit. Na, igen, megpirult a hagyma. Teszünk bele. Törött paprikát. Elkeverjük. Na, tanulod, ti nem? Én így tudom, hogy főzi. De te nem így főzöd. Nem. Mi menzásan főzzük. Anyu meg ránt, hát mi? Anyu rántással is tudjuk. Behordja a fát. Bácsi. Jó, begyújt a rakog a tűz. Úgy hallom, malacot veszel, ez igaz? Igen, igen, igen. Milyen malacot? 80-90 kilós. És mennyi? Akkor mikor, akkor majd lesz? Akkor mi lesz, disznóvágás? Disznóvágás? Igen, igen. Ó, de hát ez mikor lesz? Majd körülbelül december szerint. És addigra mennyi kilóra hízik meg? Vízzel. Kettőt. Tényleg? Úristen, az komoly lesz. Na? Mennyi ez a vízkár? Vízzel. Hogy ellepje. És megfogjuk. Összetemeljük. És hagyjuk tőni. Nem teszünk bele semmit. Majd ha gondolom, hogy meg lesz félig a hús, addig összevágom a káposztát, és akkor belerakjuk. Jó, oké. Okay. Többit mutassuk. A gyerekek, így készül a káposztát. Jó kis bárdal. Könnyebb bárni, így késel. Jó, éles az a bárdám. Ja. Úgyhogy van nekünk egy ilyen nagy káposztánk, ez föl lesz aprítva, aztán mutatom a többit. A gyerekek, össze is lett vágva, sok kápi. Na, akkor most mi megy bele? Köszönöm bele majorannal. Először kömény. Kömény mag, majorannal. Nagyon fontos a kömény mag a paradicsomos káposztában. De már biztos megfőtt ez a füstölt valami, nem? Hát még nem főtt meg. Ja. Mert ez elég kemény. Így volt. Teszünk bele kb. Ennyi. Kis kanálnyi. Egy mokkás kanál. Igen. Teszünk bele majd kis kontolt bele. Kis majoranna, kb. Az is annyival? Azért több. Több? Akkor kettővel. Mert annak erőken. Köszönöm, hogy az ételízesítő. Majd utána még pótoljuk. Só. Bele só még. Teszünk bele kávét egyelőre, mert sós a füstölt hús is. Ja, füstölt hús az ugye sós, úgyhogy óvatosan a sóval. Kettő kicsit. Két kis mokkás kanál. Letakarjuk, hagyjuk főni. És akkor majd megy bele a káposzta végén, nem? Megy bele a káposzta. Jól van, na, majd mutatom tovább. Hát főni a hús. Na gyerekek, megfőtt a hús elvileg. Megmostuk a káposztát, és akkor a szépen kimostuk. Ez jó sok lesz, nem? Kicsavarjuk. Á, ez összefő. Belerakjuk. Meg van ízesítve, de majd meglássuk, hogy hogy kül bele, és majd utána még fogjuk ízesíteni. Na. Na. Azt hittem nem fog beleférni. Dehogy nem. Ez összeesik majd.
ahogy fő, majd úgy összes. Keti. Ember van. Na, ez megvan. Összeteverjük. Szép kis adag. Hát sokan vagyunk. Hát az igaz. Kijönnek a gyerekek. Igen. Na. Akkor ezzel más dolgunk nincs, csak hogy megfőjön a káposzta. Igen, megfőjön a káposzta. Utána fogunk pirítani rántást, belerakjuk majd a dolgokat. Jó, majd mutassuk tovább majd akkor. Mutassuk. Okay. Na gyerekek, készül a rántás. A zsírral készül. Fő arnika. Tetszünk bele. Biztos rántást készítünk. Hát nekem sok a káposzta, az így többet csinálni. Szia, Arnika! Egy kis kocsiméjön. Beletesszük a fokhagymát. Kettő ilyen gerezt fokhagymát. Belerakjuk. Pirítjuk a rántást. Milyen jó illata van. Pirítjuk. Hagyj piríjon. Már amikor megvan a káposzta, meg a húg, úgy gondoljuk, akkor megpirítjuk a aranybarnára, megpirítjuk a rántást. És az megy bele a káposztába, ugye? Majd megy bele a paradicsom, ugye? Ja, igen. Itt is jó. Cukor. Ez barnára kell pirítani? Aranybarnára, igen. Ezt kell pirítani. Folyamatosan keverjük, nehogy megégjen. Itt is apróra kell elvárni, de van, aki nyomóval, fokhagyma nyomóval, vagy belereszeli, mindegy. Szépen megpirítjuk. Milyen illata van. Hát a rántásnak a szünet. Amikor gyerekek voltunk, na? Anyám csinálta a rántást. Mi meg rátettük kenyérre. Rántást? A rántást is rátettük, és nagyon finom volt. Jó, szóval így megcsinálja a rántást, így megcsinálja a rántást, és akkor rá kenyérre, úgy értél? Ráraktuk a kenyérre. Mikor már most nem enném meg. Már biztos, hogy nem enném meg. Nem most ezt szépen megpirult. Akkor belerakjuk a törött paprikát. Ugye kettő ilyen jó kis kanállal. A teveljük. Belerúgjuk a tűzül. Igen, félrehúzzuk, mert akkor ugye megsül a paprika. Igen, megég a paprika. A keserű lesz. Utána belerakjuk a paradicsomot. Hát én ekkor rátettem. Hát ez a nagyobbik fajta konzerv, nem a pici, hanem a
nagyobbik. Még. Még egyet? Igen. Ezek igen sok a káposzta. Hát hagyd legyen paradicsomos, ha már az a neve. Ja. Paradicsomos káposzta. Akkor ez mikor megvan. Teszünk bele cukrot, hogy ne legyen kettő ilyen. Hát aki édesen szereti, az többet is tehet. Ízlés szerint ki, hogy milyen édesen szereti. De hát itt szeretik amúgy édesen. Anyám életezi a videózást már, mi? Na, te meg bújkálsz benne. Jó, összekedem. Hát a gyerekekkel foglalkozok, Zoli, mert akkor lábam. Ez már, amikor meg jól össze van keverve. Legalább én is megtanulom ezt életve. Szép anyám. Akkor ebből a lépből tettünk bele, amennyit elkíván, ugye? Olyanmatosan majd keverjük, ugye? Vigyázzatok, hogy ki ne fusson, ugye? Mert ez felető. Lényegében akkor ez egy rántás, ami paradicsommal van felturbózva. Igen. Értem. Én legalábbis így szeretem. Hogyha vidékiek más is így csinálja, akkor kommentbe légy szíves írjátok le, hogy ki ez, aki ismeri ezt a receptet, gondolom nagyon sokan. De... vagy esetleg, ha elkészítitek. Igen, ha elkészítitek, akkor is nyugodtan. Itt van egy nagy gyereke, emilyen nagy. Szétít mindenkit, ha kell. El. Nagy darab! Paceka. 5 éves kora óta edzeni jár. Paceka fiú. Az biztos. Most tett neki majd a ballagása. 8. általános iskolából. Berúgok Arnika. Rendőrnek tanul. Arnival fogok egyet táncolni. Hogy a családban lesz egy rendőr is. Igen. És akkor rendőr. Ő annak Balancsi, akar tanulni. Ne bántsatok engem. Úgyhogy... anyám, amúgy mi is összedik? Hát már sokan mondta. Mi, amúgy te 170 centi voltál. Mindig is ilyen volt, nem? Vagy én megyek össze? Nem is tudom. Hát te nézzük már, Keti, mekkora. Hát jó, milyen cipőd van rajta. Ja, tényleg? Na most, mondom, nem, majdnem akkora, mint én. Gyere, gyere, csak, vedd csak le a cipőt. Elbúrkod megvan. Megfogjuk és belemütjük a tápottalba. Jó, látod, ezért megyek be a szobába. Jó, kicsinálj. Megyek meg befele, gyerek. Gyere, jó kiszaparom. Nekem nincsen az a spógolós kanalam. Na majd hozunk, pedig van, vagy ti. Kina mindig mondja, hogy hoz, de soha. Elfelejtjük. Majd jövő héten lehozzuk. Csak írjon majd ránk. Hát igen, rá kell írni, mert sok mindent elfelejt, ugye? Főleg mostanában. Akkor én ezt lerakom. És így, ahogy van. Jó, összekeverem. És most jön majd a fűszerezős. A összefűz a paradicsom, meg a káposzta, ugye? Össze kell zárni. Leírok közben. Jó, kis hűlős lesz. Aha, de azért jobb bekunálja. Hát ez másfajta. Megeszem mind a kettőt. Igen. Ebben jó, mert benne van ugye ez a füstölt, porc, hogy mi ez, hús. Hús van benne. Ja. Meg lehet nézni. Bőven vannak, jó nagy darabkák. Ütőben van. Na most hagyjuk, hogy főjön, mindjárt megfúszoljuk. És akkor ezt még fűszerezni kell? Ilyenkor? Igen, már nincs benne úgy elegendő fűszer, fűzni szerint. Megkóstolom. Akkor jön össze. Össze kell fornia. Jó, sűrű a leve. Hát, nekem sótalan. Sótlan? Uh-huh.
egy hát ízlés szerint gyerekek, kóstolgassátok ti is. Hát nem sok sót hol teszek. Sósabban esznek, főznek, hol nem. Ennyi sót teszek bele. Egy kávéskanál. Igen. Bors még. Én gondolom, hogy nem kell már bele cukor, mert én nem szeretem, mert édesem. De aki... aki szereti, ez a tányérjából megszórja cukorral. Most a Zolikácska megkóstolja. Mi kell bele? Nem kell, egyik kezem, már tudom. Nem kell ízni káposzta, csak a levét. Ó, de picit. Húlyod meg meleg. Jó. Nem kell bele semmi? Nem. Ízesítő? Nem, finom. Mert én azt is használom. Nem kell. Szerintem jó. Igen. Hát én szerintem teszek egy pici ízesítőt. Hát ahogy maguk ezt, de ez így is finom szerintem. Abból is egy picit. És ha még valaki ízesen szereti, akkor majd tesz bele. Ennyi. Akkor lényegében ez kész is van, ugye? Elkészül. Na gyerekek. Most akkor sütök egy jó kis cigányvadagot. Nem mondja. Be van gyújtva a rezsó. Na hát akkor megmutatom azt is. Nagyon-nagyon finoman csinálja. Én ilyen finomat még nem is ettem soha, amilyet az anyósom készít. Jó, akkor jövünk azzal. Köszönöm. Na gyerekek. Várjál, mivel jól van. Na, megmutassuk anyósom, hogy készíti az igazi vidéki bodakot, azaz cigány kenyeret. Na. Gyerekek, van nekem egy kiló lisztem. De nem minden töm bele. Hát, felét? Hát mivel nagy a tepsi, kb. Ennyit. Hagyok benne, ennyit szoktam benne adni. Nem sok, de... Mi sokan vagyunk, ugye. Teszek bele sót. Jó, ja, fél maradni só. Ez megvan. De teszek bele. Szódabikarbóna. Szódabikarbóna. Ennyit. Szétszórom. Ez megvan. Összekeverjük. Hogy mindenhova eljusson a szódabikarbóna. És a só. És a só. Ezzel, amikor megvagyunk, akkor hideg vízzel, hideggel. Mennyi körülbelül ez? Hát majd amennyit. Ja, amennyit fölvesz. Fölvesz, ugye. De én már felárom, de tudom, hogy körülbelül mennyi kell bele. Tehát egy, az két deci. Az akkor ugye... Mert én mindig így szoktam, ebből úgy szoktam gyújtni a bodakot. Akkor majdnem egy kiló liszthez 4 deci, eddig. De még lehet, hogy meg kell több is. Eddig 4 deci, ugye? Ezt én szépen össze fogom gyúrni. Írnik. Kevés a víz, lássátok? Uh-huh. Ezt én megint bele fogom önteni. Akkor eddig 5, eddig fél liter víz ment bele. És ez olyasmi lesz, mint a nokedli tészta, azért kicsivel keményebb, hogy tudjuk nyújtani. Én ezt jól kidolgozom, ugye? Akkora jó már, amikor a tálon nem nagyon van tészta. Aha, felszedi. Szeretem gyúrni a bodakot, mert kenyér.
Hát mindenütt letó, káposzta, töltött káposzta. Én legjobban üresen szeretem, frissen, zsírral, zsírral, jó lila hagymával. Ja. Ez mindennel, ez szalonnával. Olyan étel nincs. Igen, amihez ami nem lenne jó. Nem jó. Na most lássátok, nekem már most a kezemből is lejött. Ezt így megfogom. Szórok ki lisztet. Ja, akkor azért hagyja meg a maradékot. Akkor már ez a víz nem kell, ugye? Nem. Na, akkor gyerekek, fél liter víz ment hozzá. Hát akkor függ, hogy ki mennyit gyúr. Hát azért mondom, majdnem egy kiló liszthez ment egy fél liter víz. Inkább kevesebb vizet hoztán öntitek. Igen. Ez így megvan. Itt megszórom. És akkor elkezdem gyúrni. Ilyen kerekre. De van, aki ezt a plastinnak a tetején is lehet sütni. Ja, masina tetején. Igen, olyan, mint nekünk is van például. Ez azon is megsül a tetején? Igen, ilyen is van. Akkor én ezt leteszem. Teszek alá a lisztet, ne ragadjon. Ez megvan. Megfogom a tepsit. Vizet, át kéne külni. Ez ilyen gyerekek. Itt van nekünk a tepsi. Azt is belisztezi. Ezt belisztezzük. Így, hogy ne rakadjon le. Amikor ez készen van, teszünk lisztet a tetejre, megnyomkodjuk. Te nem tudod lecsinálni a lisztet. Előmelegített sütőben. Igen, már melegítettük. És akkor ez elég hamar megsül, nem? Annyi kellene. Hát igen. Meg. El kell tenni. Hát ilyen mindegy, hogy teret, vagy kocka, tök mindegy, egyenletesen elnyújtjuk. Lényegében a vastagsága a lényeg, nem? Hogy hát nem azt mondjuk, hogy nagyon... milyenre akarjátok. Én kb. Egy únyira szoktam, mert ez még fel fog jönni. Megfogjuk, belerakjuk. Amikor ez megvan, hát én megszokásból is szoktam ilyesmit csinálni, hogy így megfurkálom a késsel, és kész. Megfogjuk előmelegített sütőbe. Bedobjuk. Na. A kész is van? Hát már bement a sütőbe. Na Zolika ezt szereti, ezt a farfát. Igen. Na jó, a gyerekek kisül, és akkor megmutatjuk a végeredményt. Na gyerekek, elvileg. Kész, megy már. Én úgy látom, hogy ez már megfűl. Körülbelül egy fél órát sül, gyerekek. Hú, de jó. Ilyen jó foda. Ide rakjuk a káposztát, ide rakjuk a sütőt. Ez nagyon finom, gyerekek, jó. Hú, jó, ropogós teteje. Ezt oda rakjuk. Nem kell, majd készedünk egy tányérra, hogy ízé, hát ez ugye meg már kész van. Úgyhogy lehet enni. Úgyhogy gyerekek, most jól lakunk. Aztán, nem tudom, várjuk, lehet, hogy jön egy malac. Igen. Apósom elment malacot meg venni. Meg akkor is mint videó is lesz, már a Tina megígérte. Akarsz Tina mint enni? Tina? A Tina az már, nézzétek meg, mit csinál a Tina. Nézzünk, mert a láb alatt vannak. Jó, megy neked. Ha most figyelj már, itthon vagyok. Hát csak a negyede. Hát jó, ez még csak a negyede. A többiek azok a boltba mentek, chipsé meg. Mindeneké. Üdítőké.
Már csomag, Ani! Kis horroroznak, horrorfilmek. Kis horrorfilmeket nézegetünk. Márjuk az ebédet. Az jó már kész lesz lassan. Jó erőnkhez szóval. Már kézen van, lehet kajálni. Lehet ebédelni, anyámat kiminkelem. Kiminkeled? Kiminkeled. Jó van gyerekek, anyám. Akkor eszünk, jól lakunk, és akkor nem tudom, jövünk valami folytatással. Na sziasztok gyerekek, hiába vártuk a disznyót. Ami holnap fog érkezni. De azt már mi nem tudjuk megvárni, úgyhogy hiába várakoztunk eddig. Basszus. Na csak holnap tudják ide szállítani. Amúgy elmondom, hogy 18 óra 40 van, 6 óra 40, már itt nagy éjszakákban vannak az emberek. Úgy, itt vagyunk. Úgyhogy gyerekek, hát ennyi lett volna ez a napi vlogocska. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Szép hétvégét mindenkinek. Na, sziasztok!